csapó. Nem beszéltek semmit, így sült bele? Nem szoktak fölvezetni, a kiállítás megnyitón is én vezettem föl magam. Na jó, jó napot kívánok, szervusztok! Két dolgot szeretnék elmondani, hogy egy csodálatos ebéd után vagyunk, remélem ti is, úgyhogy nyugodtan lehet bóbiskolni, én is fogok. Pergő dialógusra ne számítsatok. A másik pedig az az, hogy én most itt, hogy igazándiból a barát szerepkörében vagyok itt, meg a rajongó szerepkörében vagyok itt, de főleg a barát szerepkörében vagyok itt, úgyhogy a beszélgetés az valahogy innen, vagy ebből lesz, és nem lesz semmiféle komoly cucc. A legendák azok nagyon fontosak, lehet, hogy az, amit most elmondok, az nem igaz, de én úgy gondolom, hogy igaz, és így is terjesztem, hogy itt a Miklós kiállításán mindegyik akvarel? Igen. Mindegyik akvarel. Ha én nem lennék, akkor a Miklósnak nem lenne ez a kiállítás, és nem festene akvarelleket. Ez nem olyan vicces, mert ez így van. Ha te nem lennél, nem lennél. Hát így van. Én pár évvel ezelőtt vezettem egy állami vállalatot Budapesten, aminek az esztétikája, hogy úgy mondjam, speciális az épületnek, és én azt találtam ki, Mojzsics Erzsébetet idézve, minden porcikája hibátlanul ízléstelen. És azt találtuk ki, hogy ezt a fajta esztétikát, amit ez az épület képvisel, ezt megpróbáljuk ütköztetni más esztétikával. Egész konkrétan, hogy általam nagyra becsült képzőművészeket kértem fel, akkor még mint intézményvezető, hogy gondoljanak bármit az előcsarnokról, és oda csináljanak bármit az előcsarnokban. A Magyar Nemzeti Galéria 20. századi vagy jelenkori gyűjteményének első műtárgya, az egy 6 méteres Elkazovszki kutya a Magyar Nemzeti Galériában, ami szintén ebbe az épületbe készült. Aztán ebbe az épületbe készült a Vojnics Erzsébetnek egy oszlopa, ami 4x13 méter vászon volt, mert az egész előcsarnokban lógott. És akkor a Miklóst is mondtam, hogy csinálja, mit akarsz. És ott nagyon sok oszlop van ebben a térben. És akkor a Miklós megfestette a Szent Iváni Erdő című szoborcsoportját, mert nem ezt mondtam. Tehát, hogy az egész előcsarnok szinte be volt vonva, az oszlopok, minden, ilyen akvarellekkel. Ennél azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nagyobbakkal. Tehát minimum a méret ez ekkora volt. Nagyobb. Nem nagyobb. Állók voltak mi. És hát ennek már nagyon-nagyon sok ideje. Lassan 8-9-10 éve, 11 éve, és valahogy a Miklós azóta akvarellezik. Úgyhogy ezért terjesztem én azt, hogyha mi így nem lennénk, vagy ez a történet nem lett volna, akkor a Miklós, tehát ő most nem akvarellezne. Ez igaz? Többé-kevésbé. Szóval akvarellezni én egyszer már belekezdtem előtte 20 évvel, vagy 25-tel, amikor éppen már szerelmes voltam a Giorgio Morandiba, olasz festő, aki nem ismeri, ismerje meg, és vettem méreg drága, gyönyörű merített papírokat, meg akvarell festékeket, meg még drágább ecseteket, és azt gondoltam, hogy az öregkori Morandik hangjában már csak éppen kis leheleteket fogok én egy képre festeni, és hát rettenetes nagyot taknyoltam, mert ez így nem megy. Szóval azt az utat végig kell járni, az nem úgy van, hogy rögtön a desszerttel kezdjük. Na várjál, de az akvarell az nehéz, hiszen iskolában is azok is, akik nem tudnak a rajzórán rajzolni, azok akvarelleznek. Nem azért akvarelleznek. Bekened vízzel, rárakod a festékre, és akkor az folyik azért így, akvarelleznek, úgy, és akkor arra... kijön a ruhából. Meg ilyen a ruhából? Hát persze, hát az olajfesték nem jön ki a ruhából. Hát persze. Azért akvareztetik a gyerekeket, a legnehezebb technika. Milyen? Egyébként. Hát nem tudom, én sose kaptam rajzból ötöst, mert mindig kimentem a vonalból. De miért a legnehezebb technika az akvarell? Mert nagyon amire a legjobb. Mert nagyon sok a véletlen benne.
és ezt általában a festők nem szeretik. Tehát azt szeretik, hogyha az történik a vásznon, amit ők elképzelnek. Most miután én nem képzelek el semmit, ezért én nagyon szeretem ezeket a véletleneket, mert ezek elindul a kép mindig valamely felé, általában nagyon rossz, és akkor újabb maszhatolás következik, de egyszer csak jó esetben történik vele valami, amit én nem akartam, mellé nyújtom a festéknek, és egy más szín került föl, vagy Isten tudja, összefolyt, amiről én nem gondoltam, hogy ott össze fog folyni, és ott történik valami. Most én nem misztifikálnám ezt, tehát... Nem sokan akvarellezzel. Mert fele annyiba kerül egy akvarell kép, mint egy olaj a piacon. Ja, most az eladásról beszélsz? Persze. Meg a te képeid is? Többé-kevésbé. Igen. Hát de ez kicsit olyan régies technika, nem? Kínaiak... Mondom, hogy régi. Kínaiak akvarellt festettek. Igen, olajat nem, az olaj az európai találmány. Igen, régies, igen. Két ága van ugye ennek a dolognak, az egyik az pont a keleti, amitől mindenki, vagy majdnem mindenki meghatódik, meg megőrül, és ez a kaligráfia. Szóval volt az első magyar kínai étterem, én már nem tudom, hogy hívták azt? Vörös Sárkány, és ott volt egy bácsi, egy ruhatáros, aki valószínűleg itt egy kétszeresen Kossuth Díjas festőművész lett volna, de ez ma új időkben nem volt egy pozitívum, és az a saját akvarelljeit árulta a ruhatárba, azt hiszem, akár 200 forintért, és azt vettünk is egyet, meg is van. Tehát a kínai, keleti, japán, az elsősorban a véletlennek az artisztikumát használja, tehát a gesztusokat, ahogy az ecset hozzáér, ugye általában tussal csinálják, ahogy a fekete hozzáér a papírhoz, és látszólag esetlenül elfolyik rajta. Na most ezek az esetlen kis gesztusok, ezeket általában olyan az 5000-dik sikerül. Van egy csodálatos film, biztos láttad, ahol egy valami nagy kínai téren az emberek a kaligráfiát gyakorolják, a betűket. Vödör, ecset, és mint kiderül, víz. És ezeket a gyönyörű gesztusokat festik itt föl, ami körülbelül 25 perc múlva felszárad és eltűnik. Na most innentől már az embernek a hangja elnémul, hogy ez annyira idegen a mi kultúránktól, bár a te szakmától nem, hogy megcsinálsz valamit zseniálisan, és aztán holnap... Mert nem látja senki. Senki nem látja. Úgyhogy mondhatsz bármit, hogy milyen jó voltál. Igen, neked ez nem... Jó, amikor én fölkértelek erre a dologra, akkor, ha jól emlékszem, akkor abszolút akkor kezdted el használni ezt a technikát. Ahhoz nem, úgy volt, hogy lementünk Rábszigetre, kaptam egy ösztöndíjat, és még valakit vihettem, és levittem a Eszter lányomat. És akkor az Eszter mondta, hogy és akkor vigyünk ecsetet, meg festéket, meg, és akkor majd ott dolgozunk. Mondtam, hogy dehogy dolgozunk, 3 hét úszunk a tengerbe, és nyaralunk. Dehogy neki 2 gyereke van, és amikor ő elszabadul, azt egy kicsit jobban meg kéne becsülni az időt, szergényben ő belőle is festő lett, és hogy biztos veszel ilyen, úgy emlékszem, mert ezt aztán egyszer megírta nyilvánosan, hogy vegyél ilyen méregdrágá madagaszkári majomszart, meg méregdrága papírokat, imádod ezeket a kütyüket, és akkor dolgozzunk. És itt meg lehetne újulni.
És akkor én konkrétan azt válaszoltam, hogy a faszom akar megújulni, te csak újulj meg nyugodtan, én majd napozom. De azért vittem egy ilyen gombfestékkészletet, meg egy pár ecsetet, és ott kezdtem el. Hát jobb hián, ugye muszáj volt akkor elfesteni, és beleszerettem, és akkor hazajöttem, és akkor még fogalmam se volt, hogy mi az az akvarell természetesen, és azt tudtam, hogy valami kötőanyag kell a festékhez, mert ugye színes, ja rögtön nagy képeket akartam persze megalomániásan festeni, és akkor ahhoz kell valami kötőanyag. És akkor enyves vízzel kevertem a pigmenteket, és úgy festettem, mintha kvázi tempera lenne. És akkor egyszer jött egy restaurátor fiú, valami képet vett tőlem, és kérdezte, hogy és ezeknél a nagy képe, hogy mi a kötőanyag? Mondom, hogy az eny. Azt mondta, hogy az nem lesz jó, mert megsárgul, megrepedezik, nem jó. Mondom, de hát mi? Azt mondja, szerinted a gombfestékben mi a kötőanyag? Nem tudom. Azt mondta, hogy gumiarabikum. Tessék gumiarabikumot használni. Na most innen egy hosszú és érdektelen történet. Hát, elmész a boltba és veszel gumiarabikumot? Vagy... Hát ha elmész a boltba, akkor veszel gumiarabikumot, egy ilyen gusztustalan, göcsörtös gyantaszerű ízét, amit egy hétig kell, vagy 10 napig vízbe áztatni, és akkor utána ilyen mocskok jönnek ki belőle, akkor le kell szűrni ezeket. Lehet, percek alatt felfedeztem, hogy lehet kapni német gumiarabikumot készen behígítva. Sőt, a franciáknál még vettem poralakut is, még a vészhelyzetre azóta is el van rakva, hogyha baj van, akkor... Na tehát, ugye a festésnél ugye az a lényeg, hogy egy felületre valamit a festő rámaszhatul. Na most vannak ezek a színes porok, amiket pigmenteknek hívnak, van drágább, meg olcsóbb, és azoknak valahogy fönn kell maradni a felületen. És ehhez kötőanyag kell. A freskó ugye az úgy megy, hogy nedves vakolatra kell festeni, és a vakolatból kicsapódó mész az köti meg a pigmentet, amit fölfestenek rá. Az olajfestésnél ott lenolaj, meg valami gyanta, keveréke köti meg. Tehát mindennek meg, valahogy meg kell kötni. Ezeknek a kötőanyagú gumiarabikum, és azt én egy nagy büszkeségemnek, vagy hogy is mondjam, sikernek érzem meg, hogy ilyen mat feketét lehet festeni. Ezt olajjal soha. Miért? Mert az olaj fényes. Nem érzed azt, hogy így, hogy belezuhansz a fénye miatt? Az olajba vagy ebbe? Hát ebbe belezuhansz. Az olajnál azért nem érted? Nem, az olajnál nem. Nem, ott egy nagy sötét felület, az egy ilyen zsíros paca. Szóval nincs mélysége. Ugye az a vicc, hogy amiket én általában festek, azok... Azok általában nem olyan érzetet keltenek, mint akvarellek lennének. Ugye az akvarellel látjuk magunk előtt a rózsakerteket, a szépen megfestett ilyen 19. század elejé kis akvarelleket, a tájképeket, a nem tudom, amik ilyen könnyedek, amik légiesek, amikről érzékelem a vizet, érzékelem, hogy akvarell. Ezek a képek, ezek ennél valahogy súlyosabban. Tehát egy könnyedebb technikával van egy ilyen nagyon, amit mondtál, hogy ez a mélység. Ezt nem tudom megmondani, hogy mondjam, a gőgösségem tiltakozik ellene, hogy nem szokott. Könnyedebb. Az olajfestéknél az van, hogy paletta, festék, ecseten rajta festék, odarakom, és az ott van. És ha még mellé rakok egyet, az is ott van. Ott nincs meglepetés. Az, hát időnként megőrülök, hogy egy felületet, két felületet
találkozását kéne meg, és egy homogén foltot akarok festeni, és tudom, hogy ezt olajban körülbelül 5,5 perc alatt meg lehetne festeni, én pedig másfél napja szórakozom vele, mert hogy másképp viselkedik az akvarell. De, és akkor elátkozom magam, hogy a napot, amikor belekezdtem az akvarellbe, de aztán ez elmúlik persze. Tehát, hogy könnyed lenne? Igen, amit így gondolunk róla. Éppen amiatt, mert ugyanezt tanultam, hogy mi is ezt tanultuk az általános iskolában. Ennek vannak ilyen akvarell vázlatai. Hát ahhoz képest ez egy gombolyaggal játszadozó kis cica. Szóval azok aztán olyanok, mint egy rotkókép, olyan színkeveredésekkel, hogy most ebben a Müller gyűjteményben láttam egy barcsai képet, ami három színes paca. Én ilyet soha a barcsait nem láttam. Nem jó egyébként, de hát halálosan. Ha már, miért nem használsz több színt? Én nagyon sok szint használom. Jó, most kössél bele tényleg, mert nem érted, hogy mit kérdeztem. Amikor a Nemzeti Színházban annó Alföldi Jóvágy felkérésére festettem, akkor úgy kötöttem meg az üzletet, hogy egy anyagot is fizeti. És ezért elmentem a művészellátó boltba, és mindenféle színes pigmentek, borfestékekből vettem egy teljes sorozatot, mint én 30, és volt abban gyönyörű vörösek, és narancssárgák, és kékek, és minden, és hát festettem ilyen színű képeket. És akkor a Robinak a gazdasági igazgató, egy iszonyú helyes csaj volt, a Hegyi, egyszer följött, és ott nézdelődött, majd oda ment, ki voltak sorba rakva a porfestőnek, és a kadmium vörösre rámutatott, és azt mondta, hogy figyelj, azt mutasd meg nekem, hogy ez a szín hol van. És azért azok a pigmentek nagyjából azóta is kitartanak. Miért nem használok több színt? Erre baromi nehéz válaszolni, mert egyáltalán már ha oda megyünk vissza, hogy meg tudod mondani, hogy miért, és most nem az esztétikai minőségéről, de hogy miért szeretsz egy képet, vagy egy festőt jobban, mint egy másikat? Nem. Na most ez ugyanaz. Ugyanaz, hogy én 30 éven keresztül azt gondoltam, hogy én kurvára szeretnék egyszer egy narancssárga képet festeni, és kaptam valami külföldi havertól, vagy gyűjtőtől, vagy nem. Egyszer nem te egy negyed kilós doboz narancssárga festéket. 5 évig őriztem, azt elajándékoztam. Akkor ezért van az, hogy igen, ott a kék az talán még benne van ebben az egészben, de ott van egy kis narancssárga. Bocs, nálam, hogy. Tehát hogy ezért van az, hogy néha, nagy ritkán egy-egy ilyen, egyébként valóban nagyon színes, de mégis, hogy mondjam, ez finom. Tehát, hogy ez a visszafogottan színesben egyszer csak megmered engedni magadnak azt, hogy max egy gyufás katujányi felületen egy kis vöröset, egy kis nápolyi sárgát, egy kis színt rakjál? Itt ez a bátorság? Itt vagy terjed, szabad? Eddig terjed a bátorságom? Nem. A bátorságom igazán az, hogy nem csinálok többet. Nem rakok belőle többet föl rá. Az számomra ez az igazi bátorság. De ez az, amit az előbb mondtam, hogy mitől, hogy hozzuk meg a döntéseket egy képfestése során. Franz tudja. Mitől gondolom én azt, hogy most ezt a vörös foltot ide felhúztam, hogy ez, és ottan az összefolyt, meg minden érdekes dolog történt, hogy ez jó vagy sem. Nem tudom megmondani. Van valamiféle kép, nem tudom, képe ez egyáltalán az ember fejében, mint egy ilyen őskép, és állj, mi az, hogy őskép? Tehát állsz egy nagy fehér papír előtt, és ott van egy őskép? Nem. A dolog valahogy nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy negatív módon működik, hogy ez szar, meg ez is szar. Odahúzom, ez is szar. És akkor egyszer csak a 40. gesztus,
az meg jó. És mitől jó? Mire hasonlít? Mit? És van egy része, ami tanulható. Tehát megtanultam ezt a szakmát, ismerem az összes nagy, nem az összes, de hát a legjelentősebb mestereket. Szerintem abból áll a nézők is akkor tudnak képet nézni, ha megtanulnak képet nézni. Nincs tiszta szem, ez egy ilyen 19. század végi esztétikai rizsa, hogy a brazíliai őserdőből idehozzák egy indiánt, akkor is azt mondja, hogy a Leonardo jó, a Pista bácsi meg nem jó. Nem igaz. Nem igaz. Ez kultúra. Ez egy nyelv, ezt meg kell tanulni. Biztos. Tehát egy részét valóban valószínűleg megtanultam. De hogy én... Hogy hívják ezt az angol őrültet, akit nagyon szeretünk, de én nem annyira nagyon szeretek? A Francis Bacon. Miért szeretem én jobban a Matisse-t, mint a Francis Bacon? Hát ezt nem is értem. Én nekem van egy része logikus magyarázatom, hogy a Francis Bacon nekem egy kicsit túl harsány. Tehát a fogak meg, ez nekem sok az én ilyen úri fiús jó ízlésemnek, nekem ez túl sok. Egy, a másik meg szakmai kifogásom van, hogy én ezeket kicsibe tanultam meg reprón, és imádtam a Bacon-t, amíg először életben nem láttam. Ugye ezek nagyon nagy képek, és nagy homogén üres fel, és azok meg nincsenek megoldva. Az olyan üres, be van mázolva, mint egy hokedli. Többnyire, hát néha aztán meg jó. De szóval, érted, amire beszélek, hogy mitől szeretem az egyiket, mert egy részét így el lehet mondani, de hogy mondjuk, ugye aki a legrejtélyesebb festő, mondjuk a Cézanne, aki egy igazi fakezű volt, szóval... De figyelj, de 150-200 éves alkotókatról beszélsz. Észrevetted? Na, de azt mondom, hogy Pityi Palko, arról senki nem tudja, hogy miről beszélek. Hát ne haragudj, azért a Cézanne és a Pityi Palko között egy 120 év van. Mondjál mást. Hát ne, mondjak, te beszélsz. Mondjál más nevet, és akkor... Én nekem... Hát mondom a Rothkót. Hát az egy külön este lenne. Én ezzel már legalább 20 éve gondolkodom, hogy egyszer igazán el kéne gondolkodni azon. Hogy jó-e a Rothko? Nem, hanem hogy mitől jó. Hogy mitől zseniális. Jó, de miért nem mondod a Rothkót? Miért a Cézannt mondod? Tehát érted? Cézannt mindenki ismeri, Cézannt mindenki imádja. Mert a Cézannal kezdődött a modern festészet azért. Jó, de ne arra beszélj már csak, hogy mivel kezdődött. Hát akkor Ádám Éváros beszélgetünk. Na de az, hogy jó kép vagy rossz kép, az nem attól függ, hogy 20. századi vagy... Igen, csak én arra próbáltam most rávilágítani, hogy te a múlt század előtti századokba mentél vissza, amikor jó, pozitív hát példákat mondtál. Múlt század közepén születtem. Ja, hogy öreg vagy. Igen, persze. Aha. Öreg vagyok és konzervatív. Konzervatív vagy? Ebből a szempontból igen. Tehát ezeket, szóval én nem vagyok egy kortárs festő. Nem vagyok kortárs művész, bocsánat, kortárs festő vagyok, de kortárs művész az. Amit kortárs művésznek hívnak általában, én azt, most itt fogalmazás kérdése, mondhatom, hogy gőgösen, mondhatom, hogy nagyképűen, de vissza, amikor az én nyelvemen beszélnek, szóval amit én értek, azok marhaságok. Amikor nem értem, lehet, hogy ott iszonyú mélységek vannak, akkor viszont nem értem. Tehát kimarad az életemből. Most visszakérdez, hogy pontosan mi, pontosan nem tudom megmondani, hogy mi, de a Kurták Gyuri bácsit azt még értem. De a zene? A zene? A zene... És a zene az sokkal absztraháltabb, mint egy kép, még hogyha ez egy absztrakt kép, akkor is. Ezért a zenészeknek könnyebb dolguk van. Soha nem kérdezték. Nem?
Hát mikor... Merje már mondani. Hát mikor kérdezték meg tőled, hogy de művésző drága, ez mi a lófaszról szól ez a nóta? Egy, vagy van szövege, vagy nincs. Ha van szövege, azt mondod, hogy olvassák el, hát arról szól. De hogy egyébként az a dallam, miről szól, soha nem kell elmagyarázni. Na akkor most visszatérek. Az előbb azt mondod, hogy ahhoz, hogy nézőként befogadjunk egy képet, ahhoz is kell egyfajta kulturáltság. Tanultság. Na, és szerintem meg nem. És nem azért, mert az ősebből idehozom az indiánt, és az megmondja, hogy a Leonardo az jobb. Hanem pont ezért, hogy ne kezdjen el azzal foglalkozni, hogy ez mit jelent. Hogy ebből nekem mit kell értenem, hogy mi az én kulturális hiányom, vagy kulturáltsági hiányom ahhoz, hogy én egy képet befogadjak. A kortárs művészet az ilyen konzervatívabbak is, mint te, meg a nem ilyen konzervatívak, mint te. Nagyon sok ember számára ijesztő. És azért ijesztő, mert azt gondolja, hogy valamit tudnia kell róla, hogy valami előképzettségének kell lenni, mert ő különben nagyon bunkó, és az inkább azt mondja, nagyon sok ember azt mondja, hogy fú, én ezt úgyse értem, úgyhogy akkor inkább nem is megyek és nem nézem. De holott ahhoz, ez ugyan... Bocsáss de meg! Ahhoz, hogy ezeket a mondatokat elmond... Ez ugyanolyan, mint a Cézán. Tehát ilyen szempontból a Cézán előtt is hánytak az akkori, persze, nem tudom kicsodák. Tehát igen, ahhoz sem kellett kulturáltság. Tehát szerintem ez egy hülyeség, hogy a művészet, vagy a képzőművészet, vagy a kortárs képzőművészet befogadásához kulturáltság. Bizonyos előképzettségre van szükség. Ezt bárki elmondhatja, akinek ilyen van. Tehát az Alföldi Robi nyugodtan mondhatja, mert számára evidens. Evidens, hogy melyik kép a jó, meg a melyik nem. De nem az lenne a jó, hogyha itt bejönne Piki Palka és bárki, és annak evidens lenne az, hogy megnézi ezeket a képeket, és nem szorongan attól, hogy hú, ez most ez domb, vagy folyó, vagy mi, vagy mit kell ebből értenem. Ezt, amit te mondasz, ezt úgy hívják valószínűleg, hogy a mennyország. Ahol már nincsenek kérdések, finom langymeleg van. De szerintem azért van az embereknek kérdése azzal kapcsolatban, hogy mit kell ezen értenem, szokták volt mondani. Mert azt gondolják, hogy bunkók, mondjuk ki. Közben ez ugyanolyan, mint egy zene. A zenét hallgatva senki nem gondolja azt magáról, hogy ő bunkó, az beengedi. Hát mert nem hallgat olyat. De nem. Jó, nem a Kurták Gyuri bácsiról beszélek. Na jó, de én ma minap hallgattam a rádióban a Királyi Rádióban, a Bartók Rádióban valami locsogást, és az autóban is azt hallom, hogy azt mondja egy csaj, hogy a Brahms, én nem vagyok egy Brahms rajongó, de hogy a Brahmsnak a második zongora versenye az nagyon érdekes, mert hogy a harmadik tétel első 10 percében csak egy cselló szóló van zongora versenyben. Na, számológépes világháló, fölmentem és megkerestem, és azóta negyedik napja mindig ezt a tételt hallgatom, mert annyira csodálatos. Na most, ha azt gondolom, hogyha az apám nem jelölte volna ki az összes komoly zenei adást a rádió. Hadd mondjak erre valami mást. Ha ez a néni nem beszél arról, hogy a Brahms második zongora versenyében a nem tudom milyen tétel első 10 perc, az érdekes, akkor te meghallgatod, hiszen a Brahmsot nem kedveled. Csak ha véletlenül akadok. Tehát bele. Nem. Praktikusan nem. Praktikusan nem. Öregkori Brahmsokat azokat. Mert azt mondod, hogy nem bírod a Brahmsot. Nem. Ennyire durván nem. Nem, de vagyok, ezt mondtad. Nem vagyok sznob. Na de szóval térjünk csak oda-vissza, hogy én azt se hiszem, hogy egy újszülött bármilyen zenét. Először is, aj, bassza meg, de nehéz ez, szóval, hogy milyen, ugye a mű fogyasztásának is ezer szintje van. De miért kell mindenkinek ugyanúgy fogyasztani? Senki nem ugyanúgy fogyaszt. Hát a kép félig van kész, amikor én ide kirakom. A többit ti rakjátok hozzá, igen, nézők, természetesen. De az, hogy én mit rakok hozzá, az téged miért? Nem, hogy mennyit rakok hozzá, inkább így mondom. Én azzal nem tudok foglalkozni, hát leszarom.
van nekem elég bajom azzal, hogy megcsinálom a képet, hogy aztán te belőled mit vált ki, az már te dolgod. Nem, ezzel nem lehet foglalkozni. De egyet szeretnék állítani, nagyon határozottan, és ez talán kicsit válasz arra, amit kérdezel, hogy vannak tehetségesebb és kevésbé tehetséges nézők. Vannak tehetséges és kevésbé tehetséges zenehallgatók. Vannak tehetséges és kevésbé tehetséges versolvasók. És akkor még nem beszéltem arról, hogy aki azért 5000 verset elolvasott, az az 5001-et mennyivel könnyebben és értő módon fogja. Szerintem nem így van. Hát abszolút. Szerintem nem így van. Én nagyon sok képet nézek. Élőben is, interneten is, egyébként is. És azt gondolom, hogy nem befolyásolja azt, hogy az adott képre való ránézésem milyen hatást vált ki bennem. Nem befolyásolja a hatást, amit te rád gyakorol egy kép, igen. Azt nem befolyásolja, az előtte látott 10000 kép. Nem. Hát, ez egy hülyeség. Nem. Hát, ne viccelj. Hát. Mert nem hasonlítgatom. De ez az élmény az itt van, persze. Na, de hát ez be kellett kerülni az agylebenyedbe valahogy, és az igenis befolyásolja az élményt. Legfeljebb nem mondod ki, hogy azért, mert ez a vonal ott azon a felhőn nem viszintes, az nem egy horizont, hanem az Isten tudja micsoda. Így el lehet kezdeni egy képről beszélni, nem is feltétlenül haszontalan, de ez nem feltétele a mű élvezetének, én ezt nem állítom. De hogy mélyebb, hát ez is milyen, hogy mélyebb, ilyen szarú hangzik, de igen. Szabadabban inkább úgy nézem. Többet kapsz. Jó, ha már itt tartunk. Néha azt gondolom, hogy már elmentél teljesen absztrakt irányba, úgy értve, hogy igen, így értem. Ide-oda járok. Igen, ezt akartam mondani. Igen. És akkor néha rákerül kis házikó. akkor gyáva vagyok. Nagyon, nagyon erősen érzékelem azt, hogy látom, hogy sziget, látom, hogy hegy, látom, hogy jéghegy, aztán megint teljesen szabadon, aztán megint vissza. Ez mi? Mert beszari vagyok. Mitől? Hát például, hogy elkezdek jó rotkó képeket festeni. Tudnék, legalább olyan jókat, mint a Rotko, mert az ki van találva, az fel van találva. De én nekem valahogy szükségem van a támasztékra, ami ugye, ha elkezdek egy képet, mindig van egy fotó, vagy valamiféle előképe, más esetben régi, kicsi vagy nagyobb képe, én soha nem csinálok vázlatot. Tehát amikor ezeket a pici sorozatokat csináltam és csinálom, azt abból én jócskán lopok később. Tehát ott mindenféle olyan dolog történik, amit én előre nem tudok, de ha megtörtént, akkor már megpróbálom ellopni és használni egy következő képben. De... Oké, de a te támaszod az rendben, az a te dolgod. Hogy honnan indulsz, azt mondod, mit mondtál, támasz? Nem azt mondtam. De, hogy támaszra van szüksége. Onnan indulsz. De azt utána miért rakod rá, hogy én is lássam a támaszt? De nem is az a bajom, hogy rá, egyáltalán nem bajom, hogy rárakod természetesen. Az érdekel, hogy mi ez az ide-oda billegés ebben. Magam se tudom. Azt tudom, hogy már sok válaszom van erre. Egyet. Egyik, hogy a kedvedre akarok tenni, amikor a házikót odarakom. Az enyémre? Hát a publikum kedve. Hogy ne kérdezze meg, hogy mi ez? Örül neki, persze. Azt látja, az ház, nem csak ilyen... Persze, az vigasztaló. Ez ház, jó. A Last Shelter, az utolsó kis menedékház. Hát az előbb mondtad, hogy téged ez nem olyan érdekel. De ez nem ilyen egyszerű, mert ez néha engem is vigasztal, nem csak a néző. Mit csináltam? Ja, ház, jó, van, megvan, vagy mi?
valószínűleg, hogyha... Akkor ne... ezen miért nincsen ez? Mert elég jó nélkül, ezt akartam már most mondani, mielőtt megkérdeztem. Ha és elég... az a háztól lesz elég jó egy konkrét kép? Hát megtámasztja egy kicsit, segít neki. Menjünk. Van, de ennek a testvére, de szerintem az is itt van valahol, az nagyon vicces volt, festettem egy ilyen... Melyiknek a testvére? Ennek. De nem, nem, ő az, csak kitakarja a házat. Bocsánat. Itt van a jobb sarokban. Ja, de ez már ravasz ház azért. Tehát ez az nem ház. Olyan házikó, mint az ott a hófötte csúcsokon. Az a menedékház. Leesett a... Na, de ez mégiscsak egy ilyen konkrét geometriai folt a többi organikus folthoz képest. Na mindegy. Szóval én ezt háznak tekintettem, és... Itt nincs bajom vele. Hadd mondjam el, nagyon jó történet. És kész volt ez a kép, és lefotóztam. És valami miatt, nem tudom, valami barom, ugye ez már digitális, tükörfordítva került fel a gépembe. És így néztem, hogy ez nem ugyanaz a kép. Mert hogy ott bal oldalt volt a házikó, és jobb oldalt volt a felhő. Ami azt jelenti, hogy kurva ronda vihar volt, és az lassan szépen vonul el, itt pedig az van, hogy nagyon szép idő volt, de jön ez a rohadt sötétség. Attól, hogy balról jobbra olvasunk, és azt jelent, más jelent a bal oldal és a jobb oldal. Hát a Vojnics is azt csinálja, minden jó, valamire való festő azt csinálja, vagy hogy fordított távcsővel nézi meg a készülőképet, vagy pedig tükörre. Mert a tükörfordítottnál alapvető baromságok, amiben az ember belenézte magát, a tükörbe azonnal feltűnik. A másik ugye, amit még a főiskoláskor mi csináltunk, a feje lefelé rakni. Akkor, hát ha rossz a ritmusa egy képnek, ha rosszak az arányai, de mégiscsak ez a nagymama kalapja a kis virágbokrétával, az nagyon rendben van. Ha feje lefelé fordítod, akkor viszont kiderül, hogy szar az aránya, rosszak az ívei, akkor mint foltot nézed meg. Nagyon jó kontroll a tükör. Feje lefelé, és erről csak ilyen nagyokat nehéz feje lefelé fordítani. Na, mik ezek a házikó? Hogy? Mik ezek a házikó? De rohadék vagy, komolyan. Hát meg... Mégiscsak azt gondolom, hogy hát, hogy gyávaság. Hogy félek, hogy... De mitől? Tehát ránézel, ott van ez a kép. Sőt, itt van egymás mellett ez a két kép. Mondhatjuk azt, hogy ha akarom, akkor ez egy... Tehát ez egy duett. Tehát ez... Talán ugyanaz a pillanat, ugyanaz a hangulat, ugyanaz az érzet, ugyanaz a, nagyjából ugyanazon a szín, sőt mondhatni ugyanaz a szín. Mi ez a vastag réteg rajta? Az egy német akvarell alapozó, amit... Akvarell alapozó van, igen. Ilyen? Igen, jaj, bizony. És ez a papírra rákened? Vászon, ezek vásznak. De ugye vászon és akvarellként úgy működik. Ez papír, ez már vászon. Köszönöm szépen. Közben hogy, elmúlt 8 év. Vagy tehát, hogyha akarom, hogy mondják az, amikor két képből áll egy alkotás? Diptiho. Köszi, ez, igen. És itt, érted, itt iszonyú bátor vagy, mert van egy, a képnek a nagyjából a kétharmada enyhe túlzással az a csönd, vagy az a... Az a nincs semmi különös, egy felület. Tehát itt kurva bátor vagy. És ott van a másik kép, körülbelül ugyanakkor készül. Ugye azt hiszem egymás után. Igen. És ott van a másik kép, ahol ugyanúgy megvan ez a bátorság, mondjuk a felső egyharmadban. Ugyanúgy azzal a színvilággal van játszva, pofátlanul a szürkének a különböző árnyalataival, a fekete ellenpontozásával. És ehhez képest bekúrod oda középre azt a házat. És melyik volt el? Az. Az volt el, persze. A házas?
Azt hiszem, hát ott van nem, rajta. Nem, biztos, hogy ez volt. Ott az opusz szám alatta, nézd meg. Mennyi az opusz? 2021-ben. Ez volt az első. Ez volt elő? Mely? És az pedig? Hát akkor az volt később. Akkor az volt elő? Na most, ez volt előbb. Mondom, hogy ez volt előbb. Hát persze. Na de nem azt jelenti, figyelj Robi, nem azt jelenti, azért azt nem csak jelenti... Csak Zrikálom, méretetlen szeretettel is elismerésre Zrikálom az én barátomat, remélem ez értékel. Elmesélem ennek a két képnek a... A ház. Ja, egyébként... Ez is jó válasz, mint a volt nincs volt. Mert ott volt. Hogy ott volt? Hát ez egy fotó. Ja, hogy te egy naturalista festő vagy? Hát persze. Fotonaturalista? Na de elmesélem ennek a két képnek az igazi titkát, a művészi titkát, amit ingyen soha többé, és letagadom. Szóval fölfedeztem, hogy van ennek a Schmincke nevű német cégnek háromféle akvarell alapozója. A durva, a féldurva és a finom. Na most ezek, egyébként ezek Angliából rendeltem akvarell vásznak, azóta már annyira arcátlan vagyok, hogy olajra alapozott vásznat, lemvásznat veszek itt, és bekenem ezzel az akvarell alapozóval, és ugyanolyan jó működik. De ebbe azért, ebbe a könnyed mondatban azért benne van 4-5 év szívása. Na szóval azt találtam ki, beleszerettem ezekbe a különböző sűrűségű alapozókba, és azt találtam ki, hogy ugyanazzal a szürkével van az egész kép lefestve, csak azon múlik, hogy, hogy milyen tónusa van, hogy milyen sűrűségű az alatta. Alapozó. Tehát a házat én egyáltalán nem festettem meg, annyit csináltam, hogy ott ki van hagyva. Ott nincs alapozó, az a vászonnak az alap struktúrája. Tehát negatívan festettem. Igen, egyszerűen átmázoltam, semmi. És akkor ott lett a ház. Tehát, hogy itt is a domb, az ugyanazzal a festékkel van pontosan festve, mint az ég. Ez ugyan senkiben nem tartozik, de ez egy jó játék, mert sok strapát megúszik az ember azzal, hogy önmagától őrületes gazdagsága lesz a szürkének, és nem kell olyan sokat kevergetni. Nincs az a nagy rizikója, hogy most belerakok egy kis okkert, és elmegy az egész a francba. A fekete, hát ez én azt remélem már, hogy az én copyrightom, hogy az mindig ilyen mat fekete. Nézem a Fehér Lacinak is ezeket az akril feketéit. És... Ez egy réteg? Igen. Egy réteg? Egy réteg. Többnyire. Nem azon múlik. A fehér papírra? Igen. Igen, vagy vászonra. Igen. Ez papír. Igen. Ez egy fekete porfesték, összekeverve gumiarabikummal. Ez egy könnyű, egyszerű kicsi mondat, hogy ezt én heteken, hónaponkon keresztül, hogy mennyi gumiarabikum, mennyi víz, és mennyi porfesték, és csíkokba, és odaírni mellé, hogy melyik milyen arány volt, azért elpöcsöltem egy kicsit. Most már magátum megkeverem. De ezt frizsiderbe kell tartani, mert a gumiarabikum megromlik, és írdatlan büdös lesz. De valamilyen zártojás szagú. Az a könyv, amit az Eszterházynak csináltam, amiből aztán közös könyvünk lett, most éppen valaki ott volt, talán a Müller Micu, és megmutattam, és hát álmodozott, hogy milyen gyönyörű, nem mondom, hogy odadom a kezedben, nézd meg, azt mondja, úristen, ez milyen büdös. Most már a feketét, azt csak arra az időre veszem ki a frizsiderből, ameddig használom, és az a műanyag dobozban van, lezárva, és azonnal visszarakom a frigóba, akkor is kurva büdös. Hogy? Nem büdös. Ez nem büdös? Nem. Szerencse. Ja, mert ha rákened, akkor utána bebüdösödik? Nem, ha frissen nem, szóval, hogy mielőtt rákentem, nem büdös, akkor már nem lesz büdös. Nem, soha.
Nem, csak hogy a maga, hát ugye a másik a klasszikus, a tojástempera. Amivel, is nagyon büdös tud lenni. Mit tudom, a Daniella fest vele, meg sokan mások, a Krajcsúcs Éva, és hát én kipróbáltam, most valószínűleg nem olvastam el elég gondosan, hogy hogy kell ezt csinálni, de hogy két hétig olyan kurva büdös voltam, hogy mondjuk 20 éves történt, hogy mondtam, hogy én soha többé, hát ezt nem lehet kibírni. Meddig csinálod még ezt, szerinted? How long in my life, vagy hogy... Nem. Meddig festek ilyen képeket? Igen. Azt sem tudom, hogy holnap miért festek, hát mit képzelsz? Fogalmam sincs. Biztos... Ez ennyire sokfélét tud, ez ennyire érdekel még? Figyelj, Buci, hát ez gyönyörű. Ez 1900, hol a cédula? Nincs cédula. Jó, nincs cédula? Hol van lett a cédula? Vili? Mi? Ja, szóval, nincs cédula. Szóval érted, ezek 8-10-12 éves képek, azóta mennyi változott? Ott a izé... Ez 12 éves kép? Körülbelül. Dehogy is. Ja, hát a izére nem, nincs annyi a... 5 éves. Több. Kiscellire festettem. 17 volt? Akkor 5. A gyerekeim születési évét se tudom, szóval ez még ahhoz képest. Egyszer elvitt, a Nórának volt valami allergiája, és így bezselésedett a szemé, és elvittem a gyerekkórházba, hogy valamit csináljanak vele, és akkor ott kikérdezett a nővér, és mondta, hogy igen, hogy hívják a gyereket? Tudtam. Mikor született? Na mondom, mondd meg a nénének, mikor született. Nem. Mondom, hát nem tudom, egy olyan 4-5 éve. Erre azt mondja nekem a csaj, hogy figyelj ide, ember, ide 8-10 gyerekes cigányasszonyok, analfabeta cigányasszonyok jönnek, azok is tudják, hogy hányba született a gyerekük. Mondom, azok viszont nem tudnak festeni. Ezt nem nagyon értettem. Jó, már kérdezem más, hogy barátok között vagyunk. Szóval nem unod még? Hát ebben egyáltalán nincs semmiféle értékítélet. Hát amikor rossz, akkor nagyon. Nem, érted, mit kérdezem. Hát amikor rossz az előttem lévő kép, hát akkor kétségbe vagyok esve, meg minden, de hát most ez a széria, amit most van, benn van az autóban, amit hoztam a Vilinek, ezekkel iszonyú boldog voltam. Szóval, hogy mindig történt valami nagyon jó. Ugye az a kérdés, hogy meddig tart a kaland? Most, hogyha még ennyi időt fordítanánk a beszélgetésre, akkor elmondanám az összes testi nyomorúságomat. Nagyon szórakoztató délután. Megkerítülnénk, igen. És mindez nem érdekes. A két szegmense van az életemnek, amikor ez egyáltalán nem számít. Az egyik az, amikor dolgozom, a másik pedig az 5. és 6. kis unokám, akik mostanság születtek, és most már elég végre megértem ahhoz, hogy az előző 4-nél nem volt ilyen, az más szülők több, az összes az én gyerekemtől, de hogy most talán már elég érett vagyok szellemileg egy ilyen öregkori szerelemre, amit egy ilyen két kis gyerekkel meg lehet élni. Mámorító. Szóval amikor ezek rávigyorognak az emberre, hát megmondom, amikor múltkor festettem egy képet, és az alja ilyen sziéna vörös volt, felül pedig a gyönyörű fekete, de nem tudom, valami ég is volt rajta, tehát szokásos kis naturális kép, és hát nagyon nem volt jó.
És akkor ugye állnak ott ezek a rendes kis tányérjaim benne mindenféle festékekkel, az egyikbe háromféle kék, azt ajánlom figyelmetbe, van az Indigo nevű kék, hát az valami csodálatos, majd megmutatom valamelyik képen már. Nem ez? Nem, az inkább ultramarin, nem. Ott van, igen, ez egy ilyen egész mély, kicsi... Kékes lilád. Kékes lilád. Hát mint az Indigo, az megvan mindannyiunknak. Igen. Miért kezdtem el? Hogy a unokáid? Ja nem, a és kép. És múltkor elkezdte képet kép, festeni, az ilyen nagy vörös, szóval fekete kicsi, szar volt. Kicsi kép, alul ilyen angol vörös, vagy ciéna, és így oda nyúltam a tához, hogy... Hát egy kis okkát kenek rá. De hát ugye ott még az előző kék ott folyt a tányérba, és ettől egy ilyen zöldes-sárga, borzalmas, ilyen libafos színű lett. És akkor mondom, egyszer élünk, és ezzel így. Csak úgy amennyire befogta, hol nem bekentem. És egy olyan szín jött ott az alatta lévő vörössel össze, amit én soha életemben nem tudnék megfesteni, nem tudnék kitalálni. Hát ezek kurva jók. Szóval emlékszem, van a Nagy Géza nevű, most nagyon jó szobrász lett belőle, egyébként egy nagyon tehetséges szobrász, vagy festő volt, de sohasem sikerült igazán jó képet festenie, mert talán mérethibásak, túl nagy képeket fest, mindegy, de volt egy ilyen leírhatatlan, csodálatos, undorító, én úgy hívtam, hogy Skoda zöld, szóval, vagy Trabant zöld. Tudott egy olyan színt, hogy egyszer pár éve azt álmodtam, hogy festek a műteremben, és fölhívtam a Nagy Gézát, hogy jöjjön oda, és fessen nekem bele a képembe a Skoda zöldet. Szóval, hogy nem lehet fejbe festeni. Ezt a színt és ezt a képet ezt nem lehet előre elképzelni, mert ha 5 centivel több okker van benne, akkor kipukad, és semmi nem lesz belőle. Hogy... Belemennél vágni még egy ilyen kalandba, amivel kezdtem a beszélgetést? Tehát, hogy mondjuk akkor a térbe bejutnánk újra, ahogy van ebben az épületben egy festőműterem, ami legalább szerintem egy 500 négyzetméter. És a Miklósnak ott volt helye festeni. Igen, mondtam, tehát hogy én ezt otthon nem tudom megfesteni. Tehát, hogy belevágnál mondjuk egy ilyen 5-8 méteres képekben? Hát ennek hardware feltételei lennének leginkább. Aztán közben megint kórházba jösznek, meg megoperálnak, akkor baszhatom. Ezeket felejtsük el. Ja, amúgy festőileg? Bármikor. Hát nagy műterem, nagy képek, nagy festő. Hát ez olyan fotók készültek ott a Nemzetibe rólam. Hát kinek volt a Monet se épített magának ekkora műtermet. A nem is tudok hirtelen kinek a... Talán hogy hívják az amerikai, a Kooningnak az épített, mire éppen Dr. Alzheimer megérkezett, addigra egy ilyen hatalmas műtermet, és aztán baszhattam el, akkor már. Az nagyon érdekes volt, a Vonnich nevű feleségem, mert voltunk Washingtonban, és láttunk egy Kooning kiállítást, mindketten erősen szerelmesek voltunk belé mindig az élete utolsó 10 évéről, és a 8 évére. És ugyanazok a gyönyörű gesztusok, összefolyt festékek, ugyanazok a Kooningnál megszokott színek, méretek, minden, és tök érdektelenek voltak, és tök szarok a képek. És ilyen nagyon szomorúan eljöttünk, hogy ő is tönkrement, érthetetlen. És egy pár évvel később aztán valahol olvastuk, hogy Alzheimer kórian volt. És ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy
mégiscsak van az agysejteknek valami halvány köze a képek minőségéhez. De csak halvány. Igen, igen, nem lehet, nem, nem lehet rajta kapni, hogy mi, de szóval okos, okosságtól nem lesz jó kép, okos festő, nem, nem, inkább rossz festő, mint jó festő, aki nagyon sokat gógyizik. Tehát én elég, bocsánat, én elég okos fiúnak tartom magam, és ezért hogy kéne ezt viszonylag nem nagyon nagyképűen mondani. Már mindegy, mondhatod. De már jól indul a mondat, szóval innen már jó ki lehet jönni be. Szóval, hogy a festészhez az embernek le kell butítania magát. Tehát ez annyira nem intellektuális tevékenység, bár azt hiszem, hogy voltak éppen sem a zeneírás, sem még a regényírás sem intellektuális munka. A kontroll, az elhiszem, hogy intellektuális, mondjuk egy regény, vagy versné pláne, de mert az, hogy a Tóth Kriszta azt mondja, hogy ő akkor írja le a verset, amikor már kész van a fejébe, ez csak egy dolgot bizonyít, hogy nagyon jó memóriája van. Tehát ez szakma, tehát ottan szótagszámnak kell lenni, meg mindenhol esetleg még rímeknek, és ezt ő szépen a fejében el nem tudom képzelni egyébként, de elhiszem neki, hogy ő ezt készre csinálja, mielőtt leírná. De egyébként ez az egyik véglet. Én nem hiszem el, hogy a Gabunak a fejébe kész zenék lennének, amikor leül a zongora mellé, és akkor elindul egy dalom, és abból eszébe jut egy másik, mondta nem így van, de hát úgyis nekem van igazam. Ez egy nagyon jó végszó. Köszönjük szépen. Köszönjük a figyelmet. Cigi.